Tájékoztatlak benneteket, hogy van tankotok, és le kell szerelni nektek a sapkát. És engednetek kell, hogy a mennyeiek föltankoljanak benneteket. Mi olyan keresztények vagyunk, mint a vasárnapi autósok. Csak a kormányt látjuk, de az egésznek a működését nem tudjuk. Higgyétek el, hogy ez a probléma a kereszténységben. Hogy a kereszténységben olyan, a keresztények olyanok, hogy csak a kormányt látják, meg az autót kívül. De hogy ez az egész hogyan működik, meg hogy lehet ezt működőképes állapotba tartani, azt már nem tudják. És hogyha van egy kis defekt, akkor világvégi állapotba, hangulatba kerülnek. És sok keresztény csak azt látja, milyen nehéz kereszténynek lenni. Hogy lehet ezt megcsinálni? Hogy lehet paráznaság nélkül élni? Hogy lehet bűn nélkül élni? Hát ezt nem tudod neki megmagyarázni, ha nem látja az egésznek a részeit, nem látja a részletekben, hogy hogyan működik a keresztény élet. Ő csak azt látja, hogy beül a kormányhoz, és nem megy az ő autója úgy, mint a tiéd. Ezért meg kell mondani, hogy ne csak a kormányt szorongassa, ne csak a gázt akarja nyomni. Annyi autós ember ül itt az első két sorban, hogy ikletnek engemet ez az autós életnek az eseményei. Tehát nem csak abból áll a kereszténység, hogy a kormányt szorongatod, meg nyomod a gáz. Mert ezt addig tudod csinálni, amíg olaj van. De illik tudni, hogyha elfogy, akkor mit kell csinálnod. Na most erről beszélünk, tehát. Hogy hogyan kell újra és újra föltankolnod, hogy folyamatosan a működő képességedet megtartsd, hogy folyamatossá váljon az Úrral való közösséged. És a szolgálatodban is sok-sok gyümölcsöt tudjál teremni. Ezért a szőlőt vesző nem szakadhat el a tőtől. És ha elfogy az olaj, akkor létrejön ez a szakadás. Ezért vagyunk olajosok. Olajjal keni az érzelmeket a Szentlélek. Keni Jézus Krisztus, olajjal az elmét. Keni az akaratodat. Keni a tagjaidat. Csak azt szeretném mondani. Halleluja. Valami más. Más példát talán. Gyere ide, Józsi. Szeretnék valamit mutatni. Gyertek, kettő, két zene, hárman jöjjetek ide. Jobban bírjátok. Van, amikor a Szentlélek belül a szívet, lelket érinti meg, akkor lehet látni, hogy a Szentlélek belül dolgozik. De van, az, mivel hogy a Szentlélek temploma a testünk, ezért a csontjainkon is, a fejünkön is végig akar vonulni az olaj. Álljatok ide egymás mellé, arccal a testvérek felé. Emeljétek föl a kezeteket az Úrhoz, és kérjetek tőle olajat, most a testetek számára, hogy a testeteket, lábatokat például, ami nagyon fontos a fölkenésnél, hogy a fej és a láb fel legyen kenve. Nem véletlen, hogy Jézusnál is ez megtörtént. Most figyeljetek meg, az Úrra figyeljetek, ne a jelenségre, de a Szentlélek kenete, amikor átmegy a lábukon, azt észre lehet venni. Most az Úr Jézus nevében kérlek, Szentlélek, kenj föl a lábukat is, az Jézus nevében. Kenj föl, Jézus nevében.
Halleluja! Most a futkozásokat. Halleluja!